Köszönt a nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Díjazták a legjobb aranyai cégeket, top 100 gazdasági évzáró a Pécsi Iparkamarában. Fejlesztés a kutatásban, gyógyításban, több mint 2 milliárd jut a Pécsi Szülészeti Klinikára. Baranya segít, cipősdoboz akciót szervezett a megyei önkormányzat. Út- és épületfelújítások, 56 millió forint pályázati pénzből fejlesztett Berkesd idén. Idén is okleveleket, elismeréseket vehettek át a baranyai cégek, akik a legjobban teljesítő 100 gazdasági társaságba tartoznak megyénkben. A top 100 gazdasági évzáron tartották az ünnepséget a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában pénteken. A kamarai rangsor élén egy teljesen hazai hátterű kereskedelmi tevékenységgel foglalkozó cég végzett. Első helyezést ért el a top 100, vagyis a legjobb baranyai cégek versenyében a Mecsek-Fűszér ZRT. A vezérigazgató szerint dolgozói közös sikere ez. Azt gondolom, hogy a titok elsősorban a munkatársainkban rejlik, hiszen a Mecsek-Fűszért egy élelmiszerkereskedelemmel foglalkozó nagyvállalat, több mint 2300 dolgozót foglalkoztatunk, és ez a teljesítmény, ez tulajdonképpen a dolgozóinknak az érdeme, nagyon sok ember közös munkája, a megfeszített munkája ebben a nagyon nehéz Covid helyzetben értelemszerűen. A cég idei árbevétele meghaladta az 55 milliárd forintot. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a világgazdaságban óriási kockázatok vannak most, nehéz évek jöhetnek. A cégeknek nagyon komolyan fel kell készülni a következő évekre. Pont tegnap előtt itt kaszterévzáró ülések voltak, amelyeken ezeket számba vették, és egy átlagos magyar kis- és középvállalat számára azt kell mondom, hogy életének talán legnagyobb kihívásai fognak elkövetkezni, mire nagyon nehéz lesz hatékony választ megadni. Ebben az egyik például segítség az összefogás, ami klaszterekben, kamarán, üzleti közösségekben. Érdekesség, hogy a pandémia időszakát a top 100-ba tartozó baranyai cégek viszonylag jól átvészelték. Nőtt a teljesítményük, ami a szakembergárda és tőkeerő kérdése. Azonban a kis- és középvállalkozások nagy részét erősen megviselte a járványidőszak, mondta a helyi iparkamara elnöke a gazdasági évzáró ünnepségen. A magyar gazdaságtörténet legnagyobb adócsökkentése valósul meg 2022 elején, közölte pénteken a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető arról számolt be, hogy még 2010-ben egy közepes méretű cég vállalati adóterhei 54,5%-ot tettek ki, a hamarosan életbe lépő intézkedések nyomán ezek már 33% alatt lesznek. Kiemelte, hogy a munkáltatói adóterhek 4%-kal csökkennek, a 25 év alattiaknak nem kell majd személyi jövedelemadót fizetniük, illetve 2 millió gyermeket nevelő szülő visszakapja az idén befizetett SZJA-t. Beszédében Szijjártó Péter aláhúzta, a magyar gazdaság erejét mutatja, hogy mára a vidéki, közepes méretű, hazai tulajdonban lévő cégek képessé váltak arra, hogy fejlett technológiai színvonalat képviselő ágazatokban is kilépjenek a világpiacra. Milyen folyamatok várhatók a világgazdaságban és ennek következtében hazánkban? Növekedés, infláció és hitelek, alapanyagárak és energiaárak. Hogyan befolyásolják ezek a magyar cégek, vállalkozások életét a következő években? Ezekről a kérdésekről és a rájuk adható válaszokról tartott előadást a miniszterelnöki főtanácsadó Pécsen. Nagy Márton a baranyai top 100 rendezvényre érkezett. A baranyai top 100 gazdasági évzáron, ahol a megye legjobban teljesítő cégei kaptak elismerő okleveleket, előadást tartott a miniszterelnök főtanácsadója, a jegybank volt alelnöke is. Nagy Márton azt mondta, hazánkban idén 6% fölötti, jövőre 5-6%-os gazdasági növekedés várható. Ezzel nem lesz gond, azonban a hitelek felvételével lehetnek. A kamatok oldaláról, a finanszírozási költségek oldaláról az látszik, hogy a gyors infláció miatt a jegybankokat kamatemelésre kényszeríti. Ez egy szükséges dolog, a Magyar Jegybank is kamatokat emel, ez kell is, de ez megdrágítja a finanszírozási költséget, és egyre nehezebb lesz hitelhez jutni. Ebben azért különbséget tennék egy nagyvállalat és egy KKV, egy kis középvállalat között. Maga a KKV-knak azért a magyar iparkamara is a kormánnyal közreműködve olyan kedvezményes hitelkonstrukciót kell adni, ami egy ilyen magasabb kamat környezetben is segíthet abban, hogy
túljussanak ezen a nehéz helyzeten. Illetve finanszírozni tudják a digitalizációt, valamint a hatékonyságukat is növelhetik. A főtanácsadó szerint az a cég vagy vállalkozás, amelyik nem lesz jelen a digitális térben, olyan hátrányba kerül, ami a létét veszélyezteti. A kis és középvállalkozásoknak a Széchenyi Kártya program segíthet, ahol a kamattámogatás miatt kedvező hitelekhez juthatnak. A következő években több milliárd forint megtakarítást érhet el a Pécsi Tudományegyetem annak köszönhetően, hogy kormányzati segítséggel egy összegben kiválthatta a 2007 és 2009 között kötött PPP konstrukciójú szerződéseket, közölte az intézmény pénteken az MTI-vel. 2007 és 2009 között a PTE több épülete is Public-Private Partnership, vagyis PPP finanszírozási formában újulhatott meg, ugyanakkor a konstrukció fenntartása komoly összegeket emésztett fel az egyetem költségvetéséből. A PTE közleményében azt írta, hogy a kormány a felsőoktatási PPP konstrukcióban megvalósult projektjei kiváltásához 23,3 milliárd forint támogatást nyújtott az intézménynek. A juttatás segítségével a PPP konstrukciót megszüntető szerződéseket pénteken írta alá Misete Attila, a PTE rektora, és Decsi István, az egyetem kancellárja Budapesten, közölték. Korszerű és komfortosabb betegosztályok, megújult labor és kutatási helyszín, mindez több mint 2 milliárd forintból. Még idén karácsony előtt elindulhat a Pécsi Szülészeti Klinika felújítása. Ez elsősorban a belső terek modernizálását, a fűtési és hűtési rendszer kialakítását, a vizes blokkok felújítását jelenti elsősorban. De a Lombik programban használt épületrészt is rendbe teszik az építők a következő évben. Mindezt úgy, hogy a helyszínen folyamatos lesz a betegellátás. Így néz ki most a Pécsi Szülészeti Klinika kívül és belül. Az intézmény azonban hamarosan megújul. Erre több milliárdos támogatást nyertek. Több mint 2 milliárd forintos beruházásra meg fog újulni a klinikának a Lombik Centrum, a reprodukciós központunknak a megújulása, ahol egy kutatóközpont és a komplett laborunknak a megújulása is meg fog történni. Emellett ezen a beruházás mellett a szülőszoba, ott a nyilászáró csere, festés, műszaki felújítás, fűtéskorszerűsítés, tehát az is egy jelentős nagy beruházás és egy nagy megújulás lesz, egy új szülőszoba kialakítása kerül. A munkálatok ideje alatt is az Édesanyák úti épületben látják el a betegeket, vezetik le a szüléseket, mondja az intézmény vezető, de más osztályokon is felújítanak. Császármetszés után átesett hölgyeknek, a kórtermeknek a felújítása, klimatizálása fog megtörténni, illetve a klinika több területén a vizes blokkoknak, amelyek hát sajnos most nem a legjobb állapotban vannak, azoknak a megújítása is megtörténik. Ez egy jelen ismereteink szerint ez egy 370 napos kihívás lesz a klinika, illetve a vállalkozó számára is, mert ő neki meg kell oldani az alatt, hogy mi tudjunk dolgozni ugyanolyan körülmények között. A megbízott igazgató azt mondja, még most decemberben elkezdődhetnek a munkálatok. A tervek szerint még karácsony előtt megérkezik a vállalkozó, és átveszi azokat az épületrészeket, ahol indulhatnak a felújítási munkálatok. A karácsonyi ünnepek alatt az egészségügyi szolgáltatók, így a gyógyszertárak is az ügyeleti rendnek megfelelően látnak el szolgálatot, hívta fel a figyelmet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet. Közleményükben azt írták, a december 24-én is nyitva tartó gyógyszertárak nem a szokásos pihenőnapi munkarendjük szerint, hanem általában 12 óráig biztosítják a gyógyszerellátást. December 25-én és 26-án az ügyeletes gyógyszertárakon túl a 0-24 órás nyitvatartású, valamint az ünnepnapokon is működő gyógyszertárak állnak rendelkezésre. December 31-én a szokásos hétköznapi vagy rövidített nyitvatartás szerint 14 óráig lesznek nyitva a gyógyszertárak, míg január 1-én a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitvatartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást. Újabb akciót szervezett a megyei önkormányzat a Baranya Segít program keretében. Cipős doboz akciót indítottak, hogy a felajánlott ajándékokkal tegyék szebbé a nehezebb sorsú gyermekek karácsonyát. Több mint 50 ajándékdoboz érkezett a felhívásra, amiket pénteken adtak át két segítő szervezetnek, akik eljutatják azokat a családoknak.
Cipős dobozok a megyei önkormányzat karácsonyfája alatt. Rajtuk kis cetliken, hogy lánynak vagy fiúnak szánták az ajándékot, és az is hány évesnek. Az akciót a Baranya megyei önkormányzat szervezte. Egy cipős doboz akciót indított a Baranya megyei önkormányzat a Baranya Segít program keretében, amelynek keretében a baranyai, pécsi polgárok, munkatársak, kollégák, önkéntesek, családok cipős dobozokba csomagolva rejtettek el ajándékokat, amelyeket a következő napokban baranyai gyermekeknek fogunk eljuttatni. A megyei fejlesztési biztos azt emelte ki, hogy jól jön a segítség az ünnepek alatt, de fontos, hogy egész évben gondoskodjanak a szegényebb sorsú családokról. Kell gondolni azokra, akiknél a karácsony az egy picit szerényebb, úgyhogy ezt az akciót köszönöm elnök úrnak, hogy megszervezték, és köszönöm a két szervezetnek, Pécsi Maminak és a Nagycsaládos Egyesületnek, hogy segítenek ennek a jó helyre juttatásában, akiknek azt is szeretném megköszönni egész évben, nem csak ilyenkor a családokkal és a gyerekekkel törődnek. Két szervezet osztja szét a cipős doboznyi ajándékokat Pécsen, illetve Baranya megyében. Az elmúlt hetekben, napokban több szülő keresett bennünket azzal, hogy bizony nincs mit a fa alá tenni a gyerekeknek, úgyhogy az ajándékok egy részét hozzájuk szeretnénk eljuttatni. Van közöttük olyan súlyos betegségből felépült egyedülálló anyuka, aki albérletben él és elvesztette a munkáját. Három gyerekes család, ahol apuka tartósan táppénzen van, tehát biztos vagyok benne, hogy jó helyre fognak kerülni az ajándékok. A másik szervezet a nagycsaládosok életét segíti már évek óta. Vezetőjük azt mondta, azt tapasztalja, hogy érzik az emberek adni jó dolog. Azt gondolom, hogy ennek mindig kétféle funkciója van. Az egyik természetesen az, hogy rászoruló családok kapnak ezekből a csomagokból, de ne felejtjük el azt, hogy akik ezt összeállítják, ezeket a csomagokat, azoknak is a szíve ott van, és nyilván örömtől repes, hogy valakinek meglepetést okozhatnak abban az időszakban, amikor mindenki meglepetésre vágyik. A Baranya megyei önkormányzaton 52 doboznyi ajándék gyűlt össze a Baranya Segít elnevezésű akciójuk keretében. A megyei elnök azt mondta, több ilyen jellegű ajándékozás, cipős doboz akció indul ünnepek előtt. Így valójában több száz ajándékcsomag kerül ki a családokhoz karácsonyra Baranya megyében is. A kormányzati tájékoztató portál legújabb adatai szerint hazánkban a beoltottak száma 6.208.430 fő, közülük 5.923.284 fő már a második oltást is megkapta, 3.065.350 pedig már a harmadik oltást is felvette. 4.977 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.218.295 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 154 beteg, így az elhunytak száma 37.530 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1.026.254 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 154.511 főre csökkent. 5.856 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 519-en vannak lélegeztetőgépen. Baranyában csütörtökön 252 új fertőzöttet azonosítottak, így eddig 46.394 koronavírusos beteget regisztráltak megyénkben. Összesen 56 millió forint pályázati pénz érkezett 2021-ben Berkesdre. A baranyai településen számos a Magyar Falu programnak köszönhető beruházás zárult le vagy ér véget hamarosan. Ezek közül néhányat most adtak át hivatalosan. Az eseményen kiderült, hogy a jövő évben is több projektet szeretnének megvalósítani a községben. A megújult művelődési házat adták át ünnepélyes keretek között Berkesden. A munkálatok egy LEADER pályázatnak köszönhetően valósultak meg. Igaz, még csak a belső terek szépültek meg, de 2022 tavaszán a külső homlokzatot is korszerűsítik, derült ki a település polgármesterének köszöntőjéből. Hermanné Rattinger Mária több a Magyar Falu program keretein belül megvalósult fejlesztésről is beszámolt. Közel 16 millióból két mellékutca is megújult, egy belügyminisztériumi pályázatból pedig járdafelújítást végeztek, de a temetői utakat is korszerűsítették. 5 millió forintot tudtunk fordítani, összesen 450 négyzetméternyi térkővel burkolt útfelületet tudtunk a temetői infrastruktúra keretében
beruházni. Az önkormányzat még 50 négyzetméternyi utat finanszírozott meg, így most a főközlekedési útjaink kulturált közlekedést biztosítanak a lakosság számára az emlékhelyünkön. Szintén a Magyar Falu programnak köszönhetően szépült meg ez a pedagógus szolgálati lakás is. A teljes körű felújítást 16,7 millió forintból valósították meg a szakemberek. Ezt az intézményt is ezen az alkalmon adták át hivatalosan Hoppá Péterrel közösen. A térség országgyűlési képviselője az eseményen azt mondta, a 2021-es év nagyon kedvező volt Berkesd és a mikrotérség számára. A politikus kiemelte, hogy még az évelei koronavírus miatti lezárások idején is folyamatosan végezték a szükséges munkákat. Polgármester asszonnyal is itt konzultáltunk a hivatalban, amikor még a hivatal is online működött. Akkor is már az évelejétől egyeztettünk, hogy milyen programokban kell, hogy előre haladjunk, és mivel a munka nem állt meg, ezért most az év végén, decemberben boldogan jelenthetjük be, hogy összességében Berkesdre 56 millió forint pályázati támogatás érkezett csak ebben az esztendőben. A köszöntőkből az is kiderült, hogy még számos projekt vár átadásra, melyeket a tervek szerint januárban vehetnek birtokba a helyiek. Ezen túl pedig további 127 millió forint pályázati pénz érkezik a településre, amiből többek között az orvosi rendelőt és még több utat újítanak meg. Pécs önkormányzata már 2020-ban megkezdte a Janus Pannonius Múzeum új igazgatójának kiválasztását. Több körben írt ki pályázatot a város, Bertó Gábor május óta mégiscsak megbízott vezetőként dolgozhatott az intézmény élén. Arra ugyanis, hogy a szaktárca államtitkára is jóváhagyja a kinevezést, egészen decemberig kellett várni. A pécsi Janus Pannonius Múzeum korábbi igazgatójának megbízatása 2021. januárjában lejárt. Az önkormányzat ideje korán még 2020-ban megkezdte az új igazgató kiválasztásának procedúráját. Az első pályázattal kapcsolatban eljárástechnikai problémák merültek fel. Ezt követte 2021. januárjában egy újabb pályázati kiírás, amelyen Bertó Gábor pályázata két körben is komoly támogatást kapott. Az MB szakállamtitkára Fekete Péter a napokban értesítette arról Pécs polgármesterét, hogy egyetért az önkormányzat jelöltjének kinevezésével. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján december 6-a és 12-e között 12.100-an fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ pénteken közzétett jelentésében. A közlemény szerint az orvoshoz forduló betegek 18,8%-a 14 év alatti gyermek, 37,9%-a 15-34 éves felnőtt volt, 29,8%-uk a 35-59 évesek, még 13,5%-uk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. A 49. héten elvégzett vizsgálatok két esetben az influenza A vírust mutatták ki, írták. Az idei enyhébb járványügyi intézkedések, illetve az újonnan megjelent influenza vírus törzsek miatt Magyarországon a korábbiakhoz képest ebben az évben sokkal súlyosabb influenza járványra lehet számítani, vélik a szakemberek. A régió híreivel folytatjuk. Nagyságrendekkel kisebb károkat okoztak a jégesők nyáron Tolna megyében, mint az ország más részein. Ez főként az itt működő elhárító rendszernek köszönhető, ezt mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatója. A megyében 37 úgynevezett talajgenerátor segíti a jégkárok elleni védekezést. A jégesők elleni védekezés Európában egyedüliként Magyarországon zajlik országos szinten. 986 úgynevezett generátor működik idehaza, amik ezüst jodidot juttatnak a felhőkbe, a vegyszer pedig apró darabokra szakítja a jégcseppeket. A rendszert a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara építette ki és üzemelteti, a működésének finanszírozása az Agrárminisztérium segítségével a kárenyhítési alapból történik. Tolna megyében 37 talajgenerátor üzemel, ezeknek a hatékonyságáról adott tájékoztatást az idei évre visszatekintve Botos Ferenc, a NAK Tolna megyei szervezetének igazgatója. 39 ezer hektár jelentettek be ebbe az évbe jégkert, az azt megelőző időszak pedig átlagosan 79 ezer hektár volt, ahova bejelentettek jégkert. Ez a csökkenés a 32%-ra történő 8%, ez nagyjából ugye egy negyedére csökkent vissza, úgyhogy megvan a létjogosultsága és megvan a hatékonysága ennek a
rendszernek. Tolna megyében a jégkár aránya az összes bejelentett káron belül idén csupán 1,93% volt, mondta el Botos Ferenc. A jégkár mérséklő rendszer hatékonysága nem csak a mezőgazdaságra van hatással, az élet számos területén beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Az ipari létesítményeket is megvédi valamilyen szinten, az ingóságokat, az ingatlanokat is valamilyen mértékben csökkenti. Ez, hogyha itt most kárhányatban néznénk, akkor éves szinten, vagy kárösszeben néznénk, mióta ezt a rendszert mi üzemeltetjük, azóta mondhatjuk azt is, hogy a biztosítottnak nagyjából olyan több 10 milliárd forintos kárfizetést csökkentettük le ezzel a rendszer működtetésével. Idén a védekezési időszak április 15-től szeptember 30-áig tartott, Tolna megyében 40 napon kellett bekapcsolni a generátorokat. Idén csaknem 350 ajándékkal teli cipős dobozt adományoztak a szekszárdiak a helyi humán szolgáltató központ által pártfogott gyerekeknek. A Babits Mihály Kulturális Központ ugyanis ismét megszervezte a már hagyománynak számító cipős doboz akciót. A kor és nem szerint összeállított felajánlásokat a tervek szerint még karácsony előtt megkapják a kicsik. Köszönjük szépen, és eljutatjuk a családot. Lezárult a Babits Mihály Kulturális Központ által szervezett cipős doboz akció. A felajánlók szinte bármit tehettek az adományokba. Mindössze annyi volt a kikötés, hogy a kor és nem szerint összeállított ajándékok között ne legyen romlandó élelmiszer, gyógyszer, illetve gyógykészítmény. A szekszárdi humán szolgáltató központ az akciónak köszönhetően csaknem 350 gyerek karácsonyát teheti szebbé. Leginkább egyébként az a jellemző, hogy így a visszajelzésekből, tavaly előtti visszajelzésekből, hogy sok játék, írószer, könyv, aminek nagyon-nagyon örülnek, illetve tartós élelmiszer, lekvár szokott benne lenni, és ennek is nagyon örülnek azok, akik ezt megkapják. Gyurkovics János, szekszárdváros alpolgármestere szerint az akció meglehetősen jól mutatja, hogy a tolnai megyeszékhelyen élők összetudnak fogni egy fontos ügy érdekében. Szebbé, meghittebbé tudjuk tenni a karácsonyi ünnepeket a rászoruló családoknak. Annyit szeretnénk még megemlíteni, hogy köszönet mindenkinek a szervezésért, a lebonyolításért és természetesen az adakozásért. A tervek szerint a humán szolgáltató központ karácsonyig minden gyermeknek eljuttatja az ajándékokat. 220 millió forintból hajtana végre fejlesztéseket a szekszárdi UFC. A futballklub egy teljesen új pályát alakítana ki, amin profi meccseket is lehet majd tartani. Emellett egy régi, elhanyagolt területet is felújítanának. A pénz már megvan, a munka bármikor indulhat. Ezen, a még rendezetlen területen alakítana ki a szekszárdi UFC olyan minőségű futballpályát, amin akár NB1-es mérkőzéseket is lehet rendezni. A fejlesztés pályázati pénzből finanszírozzák, a szükséges összeget már meg is nyerték. Első körben 220 millió forintot hívtak le. Több minden szerepel ebbe. Többek között itt is szerepel egy új élőfüves pályának a létrehozása, szintén világítással és öntözőberendezéssel, illetve ahol most jelenleg is vagyunk, a műfüves pálya borításának a cseréje. A pénzből a szükséges, hatalmas fényvetők beszerzésére is futja majd. De nem csak itt, hanem az innen néhány méterre található 12.000 négyzetméteres területen is fejlesztene a szekszárdi futballklub a már elnyert pályázati pénzből. Itt a pályázatban 4 új oszloppal, teljesen új fényvetőkkel, természetesen a nagy terület kapcsán ezek a világítások kapcsolhatóak, illetve külön-külön működtethetők. Egy új világítást terveztünk erre a részre. Kárpáti Zoltán azt mondja, bízik abban, hogy a városvezetés és a sportközpont is támogatni fogja ezeket az elképzeléseket, hiszen a kivitelezők már mindent letárgyaltak, bármikor tudnának kezdeni. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Díjazták a legjobb baranyai cégeket, top 100 gazdasági évzáró a Pécsi Iparkamarában. Fejlesztés a kutatásban, gyógyításban, több mint 2 milliárd jut a Pécsi Szülészeti Klinikára. Baranya segít, cipős doboz akciót szervezett a megyei önkormányzat. Út és épületfelújítások, 56 millió forint pályázati pénzből fejlesztett Berkesd idén. Szombaton is sokfelé élénk, a Dunántúlon erős, viharos lesz az északias szél. A napsütési lesz a főszerep, csak északkeleten növekedhet meg kissé a felhőzet, ahol estétől vegyes halmazállapotú csapadék, néhol hószálingózás alakulhat ki.
Vasárnap már többfelé zavarhatják meg a felhők a napsütést, délnyugaton lesz derültebb az ég. Egy hidegfront hatására feltámad az északnyugati szél, melyet többfelé viharos lökések kísérhetnek. A hőmérséklet hétvégén reggelente -1, napközben 6-8 fok között várható. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, a honlapont a friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!